6 pontos javaslatcsomagot dolgozott ki az egészségügy rendbetételéért az MSZP. A párt béremelést követel az ágazat minden dolgozójának, emellett a várólisták mielőbbi központosítását követelik, valamint azt, hogy az egészségügy legyen nemzeti prioritás. Vendégünk Korozs Lajos. És sorolom, jó estét kívánok még tovább. Fejlesztési és digitalizációs programot, technológiai fejlesztést, betegbiztonsági garanciákat. Erre nyilván, hogyha valaki azt mondja, hogy mondjuk ellenzéki szimpatizáns, azt gondolja, hogy teljesen igaza van. Egy fideszes meg azt mondja, hogy hát de most kapnak béremelést az orvosok, hát semmi nem elég. Haladjunk sorba. Tegyük sorba. Hát azért mondtam, és tettük is az elejére, hogy prioritás legyen az egészségügy. Nézd, a magyar költségvetésben legalább 6, de inkább 800 milliárd forinttal több forrást kéne biztosítani az egészségügyre, mint amennyi rendelkezésre áll. Ráadásul az Európai Uniós tagállamok közül GDP arányosan az egyik legkevesebbet fordítja a közfinanszírozott egészségügyre a magyar kormány, és ez visszaköszön most már ilyen mutatókban, később erre is rátértem, hogy az elkerülhető halálesetek száma Magyarországon az Európai Unió tagállamai közül a legutolsó helyen van, magyarul itt a legrosszabb. Több mint 50 ezer ember megmenthető lett volna, még a magyar egészségügy színvonalán is, hogyha hozzáfértek volna az ellátáshoz ezek Jó, az emberek. De egy folyamat azért most biztosan el fog indulni, és ennek a 600-800 milliárdnak egy részét azért most bele fogja tenni az orvos bérekbe a kormány, tehát valamivel több pénz fog jutni az egészségügybe. De nem lesz benne több orvos, nem lesz több szakdolgozó, hát nem lesz... hogy több orvos lesz. Én nekem kétségeim vannak e felől. Tehát a miniszter úr azt mondta, hogy biztos, hogy haza fognak jönni a magyar orvosok Nyugat-Európából, majd meglátjuk. Én nem hiszem, hogy feltétlenül, mert a kiszámíthatóság, a magas színvonalon történő ellátás, a kiszámítható életpálya az orvosok nagy többségének sokkal, de sokkal fontosabb, vagy legalább annyira fontos, mint a bér. Ez az egyik dolog. A másik pedig én kételkedem az ő adott szavukban. Azt mondták, hogy egy az egybe azt terjesztették be, amit az orvosi kamarával letárgyaltak, bértábla gyanánt. Aztán eltelt egy nap, kiderült, hogy hát nem teljesen azt nyújtották be. Egyrészről nem tudjuk, hogy az orvosokon kívül mely az a kör, aki még érintett lesz ebben a béremelésben. Mi azt mondjuk, hogy az orvosok mellett az egészségügyi szakdolgozókat, a műszakiakat, mindenki, aki az egészségügy területén dolgozik. Éppen az Orbán Viktorral volt egyszer egy ilyen interjú, ahol a technikust, hogy is mondjam, szóval az orvost leállított, amikor elkezdte volna mondani, hogy hát igazából nincs személyzet ahhoz, amit szeretnének csinálni. Tehát ezer sebből vérzik, ráadásul a kamara azt is mondta, hogy aki tudományos munkát végez, és az oktatásban részt vesz, az egyetemi képzésben részt vesz, mint oktató, az egy magasabb szorzóval kerüljön be ebbe a táblába, magyarul több pénz jusson ezeknek az embereknek, mint amennyiről most itt, amik elfogadásra került. A másik dolog, hogy vannak dolgok, amelyek, hogy mondjam, bestiesen, hogy oké, meg vannak, amik nem okék. Tehát az oké, hogy szét akarja választani az állami ellátórendszert és a magánt. Ha egyszer és mindenkorra tisztán kéne látni azt, hogy tulajdonképpen hány ember dolgozik a magyar egészségügyben, hogy egy orvost azért, mert kettő-három helyen dolgozik, hát ne háromszor számítsák be, mert ő nem három ember. Előbb-utóbb ki fog derülni. Megszavazta ezt. Én megszavaztam, igen. Na. Mert most kritizálja, igen. De megszavazta. Ezért mondom. De ugye azt mondta a miniszter, hogy majd a végrehajtási rendeletekben ezeket szabályozni fogják. Ez nem fog ugyan a parlament elé kerülni, de én biztos, hogy követni fogom, hogy milyen intézkedéseket hát, sokan hoznak. Fogják követni. Vagy sokan fogják követni. A másik dolog, hogy azt el kellett már egyszer és mindenkorra rendezni, hogy ha állami egészségügy van, már pedig ugye államosították például a kórházakat évekkel ezelőtt az Orbánék, és mondjuk az önkormányzatoknak nem igazán van beleszólásuk a működésbe, akkor minden felelősség az övéké, hiszen ők kell, hogy üzemeltessék a rendszert. A másik, amit el kellett rendezni, és szerintem ez is többé-kevésbé rendben van, hogy
az orvosbárók hatalmát meg kell törni. Az, hogy a hálapénzrendszert ki kell vezetni ebből, mert az annyira fertőzi. Erről majd még sokat fogunk beszélni, meg Lantos Gabriel is, de arra vagyok kíváncsi, hogy osztja Kunesz Zsombor véleményét, aki azt mondja, hogy ez egész egyszerűen egy csapda, ami most történik az orvosokkal, mert hogy azt a helyzetet, amit a Covid fog előidézni, azt most rá fogják tolni az orvostársadalomra, és jó bűnbakot fognak ők jelenteni, mert hogy milliókkal kistafírozták most őket. És említi az ellenzéket is, idézem, a kormányzati kommunikáció a bérről olyan sikeres volt, hogy a törvényt maga a parlament is 100%-ban fogadta el, az ellenzéki képviselőkkel karöltve, akik vagy nem olvasták a jogszabály szövegét, vagy megrészegültek az orvosoknak adott összegektől. Hát meg nem részegedett senki sem. Este 6 órakor vette napirendre a Törvényalkotási Bizottság. Délután benyújtották, és este 6-kor. Módosító indítványokkal ostromolták az ellenzéki képviselők. És másnap délelőtt 10 órakor már ment az általános vitája, és valamikor 00:30 körül pedig szavazás volt róla. Ezt a rapid tempót ők diktálták. Senki nem akarta. Én magam, mint vezérszónok az MSZP képviseletében azzal kezdtem, hogy mi történt volna, hogyha legalább 2-3 hetet adnak rá. Arra ne hivatkozzon se a miniszter, se a miniszterelnök, hogy majd fognak tárgyalni újra a érdekképviseletekkel, az orvosi kamarával, vagy a szakdolgozói kamarával. Hát most kellett volna tárgyalni róla, ezekről a részletekről, például a 2 éves vezénylési tematikáról. Hát azt gondolom, hogy egy civilizált európai országban az alkotmányosság próbáját se állja ki, hogy a magánéletbe ilyen drasztikusan beavatkoznak, ilyen hosszú hát időre. De itt volt a csapda, de örökké, hogy a bérek olyan magasak lettek, hogy ezt senki nem tette meg, hogy nem szavazza meg. Én szerintem ez nem fog így maradni. Ez a 2 éves vezénylés, ez nem fog így maradni. Azért gondolom ezt, mert ugyan járványhelyzetben igenis van ilyen kötelezettség a kormánynak, hogy az ellátást biztosítania kell, és nem tudom elfogadni mondjuk azt a miniszteri magyarázatot ma Gulyás Gergelytől, hogy senki nem akarja Máté Szalkáról Szombathelyre vezényelni az orvosokat. Értem? Akkor tessék megmondani ezt az államtitkárasszonynak is, az egészségügyet irányító államtitkárasszonynak, mert ő meg nem éppen ezt mondta, sőt kitért a válasz elől. Ez fog majd a végrehajtási rendeletből kiderülni. Köszönjük. És ez fog majd a végrehajtási rendeletből kiderülni. Köszönjük.